Szép jó napot mindenkinek! Megpróbálom az érdekes, kreatív magyarokat bemutatni nektek, akik itt Ausztriában, Bécsben tevékenyek. Valaki egy lokált vezet, valaki előadásokat szervez, mint én, színházzal foglalkozik, és van olyan, aki egy német iskolát alapított. Ilyen Gila Péter, és erről szeretném megkérdezni, hogy hogy is volt ez, és a jelen helyzetben hogyan folyik náluk a munka. Gyertek, tartsatok velünk! Szevasz Péter, köszönöm szépen, hogy tudtál időt szállni erre a műsorra. Ja, Attila, köszönöm, hogy megkerestél. Tudom, hogy elfoglalt vagy, te egy német nyelviskolát vezetsz, a Deutsche Tech iskolát. Hál' az égnek már túl vagyunk a karanténon. Milyen állapotok vannak az iskolában? Az elmúlt 3 hónap igazániból nagyon-nagyon intenzív volt, legalábbis számomra. Annak ellenére, hogy ugye karantén miatt diákok nem jöttek az iskolába, de mi rögtön folytattuk online, lényegében néhány napon belül sikerült átállnunk. Ez egy óriási erőfeszítés volt. Március elején még senki nem gondolta, hogy mindent lezárnak, még március 9-én, 10-én is így mondtuk, nem tudjuk elképzelni, hogy bármit be kéne zárni. Éppen Innsbruckban voltam egyébként egy tanfolyamon, egy továbbképzésen, és akkor azt mondtuk, hogy itt valamit csinálni kell, mert néhány napon belül nem tudjuk folytatni a tanfolyamokat, és akkor 3 napon belül a csapattal átállítottunk mindent online-ra, az összes tanfolyamot, beiskoláztuk a tanárokat, az irodát átállítottuk home office-ba, az összes diákot, akit el tudtunk csípni, beiskoláztunk személyesen, sokat telefonon, e-mailen keresztül. Március 16-án ugye az egész ország leállt, és mi online folytattuk az egészet. Ugye akkor az iskolában nem tudtunk már beengedni diákokat, illetve nem tudtunk személyesen tanácsadást csinálni, de mindent folytattunk ugyanúgy online. Szóval míg sokan otthon ültek heteken keresztül, Kurzarbeiton, akár 90%-ban, nálam pont az ellenkező volt a helyzet. Utána megint a második nagy projekt volt, amikor megint visszaálltunk. Igazándiból, amikor leálltunk, sokkal gyorsabban történt a leállás, mint gondoltuk az elején, szóval hétfőn még azt mondták, hogy 1-2 hét. Szombaton például még az volt, hogy esetleg hétfőn kinyithatunk, és szombat estére már világos volt, hogy már hétfőn se, szóval nagyon-nagyon gyorsan kellett mindent csinálni, és gyorsabban, mint először terveztük, és a visszaállás meg ugyanígy volt. Az elején még azt gondoltuk, hogy akár nyárig így online folytatódik minden, ugye senki nem tudta, hogy hogyan fejlődik az egész koronavírus influenza, hogy hogyan fejlődik az egész a koronavírussal. Május elején már igazániból ki is nyithattunk, és ez is eléggé spontán jött, szóval akkor megint ugyanaz, hogy megint visszaállítani az egészet, úgymond személyes konzultációra, illetve még mentek párhuzamosan az online tanfolyamok, akkor viszont voltak résztvevők, akik megvárták, hogy megint mikor nyithatunk ki. Szóval az megint egy óriási átállás volt, hogy a csapat egy része még online dolgozott részben, home office-ban, a másik része már az irodában, a diákok egy része online, egy része személyesen, akkor személyes konzultáció, de online tanfolyam, szóval volt itt minden az elmúlt hetekben. Azt vettük észre, hogy vannak résztvevők, akik még nem is mernek eljönni személyesen, de vannak, akiknek az se lett volna gond, hogyha 11 csoportban ülnek, 10 centis távolságban, ami ugye nem lehet, de voltak részvevők, akiknek ez abszolút nem is lett volna gond. És így azt vezettük be most a júniusi tanfolyamoknál, amik júniusban kezdődtek, hogy egy hibrid formában tanítunk, nevezzük, hogy flexi buchung, szóval rugalmas foglalás, hogy lényegében minden tanfolyamnál a résztvevők eldönthetik, hogy személyesen vesznek-e részt a tanfolyamon, illetve online. És ez úgy működik, hogy a tanár bent van az iskolában, egy számítógép előtt tanít, Zoomon keresztül, és azok a diákok, akik személyesen szeretnének bent lenni az osztályban, azok személyesen vesznek részt. Az, ami Zoomon keresztül történik, az ki lesz vetítve egy képernyőre, szóval lényegében az a tábla az osztályban. Azok, akik Zoomon keresztül vesznek részt, ugye mivel az egész oktatás ezen a táblán keresztül történik, ezért ugyanúgy részt vesznek a tanfolyamon, egy mikrofonrendszeren keresztül kommunikálnak a résztvevők az osztályban, az online résztvevőkkel együtt. Nyilván ugye az osztályban betartjuk az előírásokat, mint minimum 1 méter távolság a diákok között, akkor napi szinten fertőtlenítés, azt is meg kellett változtatni, mikor mehet, melyik osztály a folyosóra ki, mert ugye szóval a szüneteket ütemeztük. Megint nagyon-nagyon sok mindent kellett újra gondolni, kitalálni. Most lényegében hónapról hónapra tervezzünk, és igazándiból most azt mondhatom, hogy mindenre fel vagyunk készülve, bármi jöhet, második hullám, vagy teljes liberalizáció, igazándiból készen állunk mindenre.
Jó ezt hallani, egy iskolának a vezetője, annak így kell nyilatkozni, annak tartania kell a gyeplőt. Tehát ezt az egészet összetartani, ez igen kemény munka lehetett. Te mióta vezeted ezt az iskolát, mióta létezik, és hány emberért vagy felelős, hány munkatársad van, és hány nebulód van? 2014-ben alapítottam a Deutschotékot, közgazdaságtan tanultam, van egy német tanári végzettségem is, német, mint idegen nyelv. Egymagam kezdtem, lényegében úgymond from scratch építettem föl a nyelviskolát. Distanzgründung németül, Bécsben nőttem föl, itt jártam iskolába és egyetemre. Az évek során egyre nőtt a nyelviskola, és most jelenleg az irodában 8-an vagyunk, és körülbelül egy 30-35 tanár tanít nálunk. Egyszerre körülbelül 40-50-en vannak az iskolában, egy időpontban, de mivel különböző tanfolyamjaink vannak, vannak reggeli, déli, délutáni tanfolyamok, ezért összesen pár száz diákról van szó, de egyszer ugye nincs mindenki az iskolában. Valaki akár csak havi 2-3-szor jön be mondjuk egy vizsgafelkészítőre, de van, aki minden nap jön intenzív tanfolyamra, szóval ezt így nehéz megmondani, hogy pontosan hány, de körülbelül így lehet satszolni, hogy 200-300 diák, aki megfordul nálunk egy hónapban. Ez a mostani helyzet azért feladta a leckét neked is, mint egy ilyen intézménynek a vezetője. Mik a legnehezebb feladataid? Mennyire könnyű, mennyire nehéz az időmenedzsmentet neked itt tartani? Minden menedzsernek, bár nem szeretem ezt a szót magamra használni, ugye vannak a fontos és sürgős dolgok, meg a nem fontos, de sürgős dolgok, a fontos, de nem sürgős, és általában az szokott lenni, hogy a sürgős dolgok visznek el több időt, mint kellene, fontos, de nem sürgős dolgok rovására. De próbálom úgy koordinálni az egészet, hogyha például van egy projekt, arra szakítok időt, hogy ilyen apróbb dolgok, például most még ezt az e-mailt, vagy azt az e-mailt megválaszolni, hogy ne tartson fel, és akkor majd mondjuk a következő nap válaszolom meg azt. Most lényegében jelenleg a koronavírus alatt sokszor az volt, hogy egyszerűen le kellett dolgozni a dolgokat. Nem is volt nagyon sok idő gondolkodni, hogy mit csináljak előbb. 16 órát dolgoztam, és akkor minden megvolt, mert a következő nap, vagy két nap múlva kellett. Szóval kicsit így volt, de most kezdődik megint el az, hogy így kicsit hosszabb távon gondolkodunk, hogy mit tervezünk mondjuk augusztusban, vagy szeptemberben, a nagyobb projekteket esetleg egy hosszabb távon tervezünk, de az utóbbi hónapokban egyszerűen a nagyobb projektek is nagyon gyorsan kellett azokat végigvinni, hogy nem volt nagyon sok időmenedzsment tervezés. Hogyha hétfőn el kellett, hogy kezdődjön minden, akkor szombat este elkezdtük, és akkor vasárnap este lettünk kész. Voltak ilyen hétvégék az elmúlt hónapokban. Az első válaszban említetted, hogy most már bármi jöhet, fel vagytok készülve. De így az online oktatás, vagy az offline oktatás nektek, vagy neked, vagy szerinted melyiknek van nagyobb létjogosultsága, vagy mind a kettőnek van létjogosultsága, te most hogy látod így, hogy élesben mind a kettőt már kipróbáltátok? Lényegben azt tudom mondani, hogy azok a résztvevők, akik megszokták azt, hogy számítógépen dolgoznak, hogy kiismerik magukat az online világban, azoknak nem volt gond az átállás. Szóval szerintem azok a résztvevők, azok igazániból ezeknek előny is volt, hogy például nem kell bemenni az iskolába. Aki mondjuk csak 2 órára utazna, másfél órát, mondjuk a város másik felében lakik, az ezzel időt spórol, és lényegében azt tapasztaltak sokan, akiknek még nem is volt online tanulással tapasztalata, hogy nagyon nagy effektív az online tanulás is, és igazániból semmivel se rosszabb, mint a személyes oktatás. Sőt, nagyon sok mindent lehet online csinálni, például videókat mutatni, használni az internetet párhuzamosan, és a Zoomnak, aki ismeri a Zoomot, tudja, hogy nagyon sokféle külön funkciója van a Zoomnak, mint például az úgynevezett breakout roomok, hogy kis csoportban is lehet beszélgetni, a tanár a kis csoportokat meg tudja látogatni a Zoomon keresztül. Szóval lényegében, mintha az osztályteremben zajlan az oktatás. Amit viszont tapasztaltunk, hogy vannak résztvevők, akik ezzel a kihívással, hogy számítógépen keresztül tanulni, nem tudnak megbirkózni. Mert például az elmúlt években is, vagy nem voltak olyan szituációban, hogy vannak emberek, akik például soha nem dolgoztak még számítógéppel, vagy maximum arra használják, hogy esetleg elküldjenek egy e-mailt, de azon kívül nem használják az internetet, mint médium. És ezeknek a résztvevőknek komoly kihívás volt. De vannak olyan résztvevők is, akiknek például nincsen e-mail címük. Szóval azok a résztvevők, akik még soha az életükben nem írtak e-mailt, esetleg számítógépük sincs, csak van egy okostelefonjuk, azoknak átállni egy online tanfolyamra nagyon-nagyon nehéz, és általában ezek voltak azok a résztvevők, akik azt mondták, hogy megvárom majd, amikor kinyit az iskola. Ilyen résztvevőből nem is olyan kevés van, szóval az ember azt gondolná, hogy már mindenki teljesen átállt online, digitális, de nagyon-nagyon sokan vannak minden korosztályból, különböző országokból is, akik nem tudnak például egy e-mailt írni.
Itt Bécsben nem azt mondom, minden sarkon van egy nyelviskola, de elég sok van. A ti csapatotokkal, te iskoláddal hogyan próbálsz kitűnni, hogyan próbálsz más szolgáltatást adni, hogyan próbálsz előtérbe kerülni? Az elejétől kezdve a minőség volt az egyik legfontosabb. Ugye, hogy kis csoportos legyen az oktatás, jó szintfelmérés, jó folyamatok, kiváló tanárok, ez mindig fontos volt, és azért, mert mind a két részbe belelátok, egyrészt, mint tanár, mert ugye tanítottam is az elején, most már erre sajnos nincs időm, pedig nagyon szeretek tanítani, illetve a szervezésben, így mindegyik, mind a két fontos részt, ami egy nyelviskolában ugye létezik, belelátok és lefedem, és ezért meg tudom nézni, hogy az, ami ott zajlik, az jó-e. Hogy az irodában személyes és minőségi tanácsadást adjunk, nagyon fontos volt számomra. Különböző nyelveken tudunk tanácsadást adni, illetve az osztályteremben, hogy úgy választunk ki a tanárokat, jó módszer, modern módszerek alapján tanítsanak, interaktívan, kommunikatívan. Egy másik lehetőség, ami nálunk megvan, és más nyelviskolákban így nincsen, azáltal, hogy nekünk lényegében az összes releváns akkreditációnk megvan. Néhány nappal ezelőtt kaptuk meg a Vincet auditot, megint a teljes pontszámmal. Lehet támogatásokat igénybe venni a WAF által, illetve emellett még az Arbeiterkammertől is lehet támogatást igényelni kuponformában. Gratulálok a feedback, hogy jól csinálod a munkádat, és hogy tartod ezt a nívót, és fontos, hogy ez maradjon, sőt, hogy fejleszd magadat, mert így lehet életben maradni ezen a piacon is. Köszönöm szépen, hogy meséltél nekünk, és hogy jobban megismerhettük az iskoládat, a csapatodat, és sok sikert kívánok, hajrá, csak így tovább. Köszönöm, és köszönöm a meghívást. Szervusz, jó egészséget! Szia! Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, mára én ennyi voltam, ha nem akartok lemaradni a következő videóról, ott a feliratkozás gomb, holnap érkezik a következő videó. Legyetek jók, ha tudtok, sziasztok!